Sziasztok túlélők, sziasztok harcosok, Eszter vagyok, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy ki ez az új táplálék, ki ez az új gazdatest, mit kell tudni róla, és mit kell a narcisztikusnak az új kapcsolatáról tudnunk. Ezen a csatornán azoknak készültek a videók, akik érdeklődnek a narcisztikus kapcsolatok iránt, és remélem, hogy ezek a videók segítenek benneteket a már folyamatban lévő kutatásaitokban is. Szóval akkor beszélgessünk erről a témáról, hogy ki ez az új gazdatest, mit kell tudni róla, és mit kell tudnunk nekünk a volt partnerünk új kapcsolatáról. Ez egy nagyon fájó téma, én ezt tudom, tapasztalatból is tudom, nagyon a szívünkbe vág ez a téma, hiszen ugye teljesen felbolygatja a mi érzelmi világunkat, és hirtelen rádöbbenünk azokra az illúziókra, amik nekünk ugye tálalva voltak végül is a mi kapcsolatunkban. Tehát ez egy nagyon fájó téma, de most szeretnélek benneteket megnyugtatni, hogy ez a videó igaziból titeket meg fog nyugtatni. Szóval lesznek persze ugye fájdalmas felismerések, de hogyha unblock nézzük a videót és az információkat itt, akkor meg fogtok nyugodni, és nem lesz ez olyan ijesztő, mint aminek gondoljátok. Hát akkor kezdjük. Szóval először is az első kérdés, hogy mióta van ez az új gazdatest a képben? Mióta van ez a képben? Mert ugye most hirtelen a mi kapcsolatunk véget ért, ugye az eldobási fázis megkezdődött, eldobtak téged, vagy te dobtál el őket, és hirtelen a semmiből nagyon gyorsan megjelenik egy új partner, egy új táplálék, egy új gazdatest. Hát én most mondom neked, hogy ez csak neked új, mert ez az ember már ott volt a háttérben, mi alatt veled még kapcsolata volt a narcisztikusnak. Mert egy narcisztikus az nem lép ki egy kapcsolatból egészen addig, amíg nincsen egy olyan következő partner, ahová ő biztonságosan, pihepuhán tudna landolni. Tehát a háttérben a narcisztikus, mikor már tudta, hogy ő fog kilépni, vagy esetleg te váltál túl veszélyessé, és rezeg a léc, és te fogsz kilépni a kapcsolatból, ő a háttérben már talált magának egy, hát ugye van ott egy HRM különben is, de hogy most ugye fölvállal egy kapcsolatot, akkor talált magának egy olyan nívójú kapcsolatot, amelyet most fel tud vállalni. Na most ő ezt kiszemelte, ezt az áldozatot, szerelembombázta az áldozatot, a kötődést kialakította köztük. Ez mind-mind ezek az akciók a háttérben történtek a te hátad mögött, és pontosan azért, mert ők csak akkor lépnek, amikor biztonságosan tudnak landolni egy új helyre. Ez úgy hívják, hogy mászókáznak. Tehát amikor még kicsi voltál, emlékszel, hogy ezt a rudat megfogtad, de ezt a rudat csak akkor engedted el, amikor a másik rúdnál úgy érezted, hogy ez a rúd téged már biztonságosan tart, és akkor elengedted ezt a rudat, és mentél erre a rúdra két kézzel. Szóval ők mászókáznak. Mióta van a kapcsolat? Mióta van ez az ember a háttérben? Régóta. Régóta, na most úgy, hogy pontosan naptárilag mióta van, azt nem tudjuk. Ugye? És mert az már olyan detektív munka kell, hogy nem is érdemes nekünk ebben foglalkozni. Szóval az, hogy ugye van ez az új kapcsolat, végül is ez csak neked új. A következő kérdés az, hogy jobb ez az ember, mint én? Jobb ez az új ellátmány? Jobb ez az új táplálék? Jobb ez az új gazdatest, mint én? Nem jobb, semmivel sem jobb, mint te, már meg is nyugtatlak, de a szóban benne van, hogy miért érdekes ő a narcisztikusnak? Azért érdekes, mert új, te már régi vagy. Te már azért nem vagy érdekes, mert már láttad a narcisztikust maszk nélkül. És amikor a maszk lehullott, ugye az ő viselkedésük, a tényleges viselkedésük köztetek rengeteg veszekedést generált, rengeteg veszekedést hozott a felszínre, mert ugye akkor te már elkezdtél harcolni, elkezdtél kiállni, standardokat állítani, határokat húzni, tehát te már nem vagy izgalmas játékszer, ez az új játékszer, ő pedig egy naíva, ő még nem látta maszk nélkül a narcisztikust, ő még csodálja, még ajnározza, még isteníti ezt a narcisztikust, és a narcisztikusnak pont ezek a fajta istenítő, ajnározó, csodáló energiák kellene, tehát nem jobb ez az új ember, mint te, csak új. Okay? Ez nagyon-nagyon fontos. Most ne ítéljük el ezt az új embert,
mivel ez az új partner ugyanolyan naív most, mint amik annó mi voltunk. Minket is el lehetett varázsolni, és el is varázsoltak a szerelembombázással. Manipuláltak is a szerelembombázással. És akkor ugye ott van, de hát én látom azért azt ott, hogy most azért a narcisztikus milyen boldog, és hogy ez a kapcsolat milyen kiteljesedett, és hogy ez az új partner mennyire ki van virulva. Persze, mert te most a szerelembombázást látod. Nem az igazi kapcsolatot, ami majd jön, mert azok a fázisok kikerülhetetlenül, elkerülhetetlenül jönni fognak. Most a narcisztikus dolgozik, most munkában van, most bement a gyárba, és dolgozik. Dolgozik azon, hogy a kötődést, a kapcsolatot nagyon gyorsan és nagyon mélyen kialakítsa az új partner és saját maga között, pontosan azért, hogy a táplálékot a jövőben is biztosítani tudja magának. Tehát ne legyünk most tényleg, tehát nem kell, hogy te féltékeny legyél, vagy hát könnyű mondani természetesen, hanem tudd azt, hogy te most ezt az új táplálékot a naív időszakában látod, a kivirult időszakában, amikor ő pont azt hallja, amire szüksége van, aminek a lelkének szüksége van. Tehát ugyanaz, ugyanabban a stádiumban van az új ember, mint amikor te voltál még annó. Mert most a narcisztikus munkában van, kemény munkában, dolgozik. Okay? Na, tehát illúziókat látsz, ezt akarom csak mondani. A harmadik kérdés, hogy most akkor ugye látjuk azt, hogy a narcisztikus mennyire ki van virulva, hogy mennyire másképp mutatja be magát, mint az utolsó fázisoknak nekünk bemutatta. Akkor most ez azt jelenti, hogy a narcisztikus megváltozott? Nem változott meg. Ugyanaz a narcisztikus, mint eddig volt, csak most egy másik fázisban mutatja magát. Ez a nagy különbség. Abban a fázisban, amelyben te is őt megtapasztaltad. Nem jobb, egyáltalán nem jobb, nem lesz jobb ember, nem változik, mert nem akar megváltozni. Változzál te! Ővele semmi rossz nincsen, ővele semmi probléma nincsen. És akkor a kérdés, hogy de lehet, hogy ez az új partner meg fogja tudni változtatni, és sikeres lesz abban, amiben én nekem nem volt sikerem, én nem tudtam megváltoztatni. Most mondom, az új partner sem fogja tudni megváltoztatni. Ez a változás, ez belülről kell, hogy jöjjön. De a narcisztikus nem érzi, hogy neki kell változni. Ő tökéletes. Úgyhogy nincs az a kapacitás, külső kapacitás a Földön, ami őt meg fogja tudni változtatni. Tehát az új partner egy illúzióban van most, nem fogja tudni megváltoztatni a narcisztikus sem fog megváltozni az új partner miatt, hanem majd őt is elkezdi manipulálni, és szépen ezeken a fázisokon ciklikusan keresztül fogja rángatni, ugye? Tehát ez lesz az ő sorsa is. Na most, milyen típusú ember lehet ez az új partner? Hát, ugyanolyan, mint te. Empata, társfüggő, mert a narcisztikus nem akar egy állandóan harcoló, megtörhetetlen partner találni. Tehát biztos, hogy nagyon kedves, biztos, hogy nagyon csodálja a narcisztikus, biztos nagyon naív, ugyanaz, aki te voltál, mivel a narcisztikusok azért nagyon mintaszerűen működnek, és mintaszerűen választják ki a partnerüket. Ők nem fognak egy harcos, egy betörhetetlen ember felé gravitálódni, mert ugye az nekik nem a megfelelő partner. Ők olyan partnerek felé gravitálódtak, amilyen te is vagy, hisz te neked az értéked az, amit ő tudott utána faragni és modifikálni. Tehát az új ember nagyon nagy valószínűséggel, most nem kinézetről beszélek, hanem lélekről beszélek, meg beállítottságról beszélek, nagyon nagy valószínűséggel ugyanolyan vagy nagyon hasonló, mint te. Na most, akkor megkérdezhetjük a kérdést. Úristen, hát miket látok itt, milyen fényképeket, és ugye ez nem jó, hogy nézegeted, de mindegy, jó van, legyen így, meg tudod más berkekből is, hogy most akkor megtalálta a narcisztikus, a volt narcisztikus partnerem az élete legnagyobb szerelmét. Most akkor az élete legnagyobb szerelmét megtalálta, aki én ugye nem voltam.
nem találta meg az élete nagy szerelmét. Egy percig sem, mert a narcisztikusnak nem szerelem kell, nem szeretet kell, neki csodálat kell, ajnározás kell, dicséret kell, földreborulás kell, állandó egósimogatás kell. Ő ezt keresi, ő nem a szeretetet keresi. Nem a szerelem miatt megy az ilyen kapcsolatokba, hanem a táplálék miatt, ami ugye egyik táplálék, ez az állandó csodálat, ez az állandó ajnározás, ez az állandó dicséret, ami neki nagyon kell. Tehát ő ezért megy, és ez sajnos az új ember is meg fogja tapasztalni. Na most mi van akkor, hogyha megházasodnak, úristen, most akkor mi van, ha megházasodnak? Semmi nincs, ha megházasodnak, mert a narcisztikus nem szerelemből házasodik. Nagyon sajnáljuk azt az embert, aki sajnos odáig eljutott, hogy megházasodik egy narcisztikussal, mert azzal szembesülni, hogy igaziból ők egy táplálék a narcisztikus életében, és nem szerelem, ez egy nagyon kemény felismerés. Tehát nem szerelemből házasodik általában, sőt, egyáltalán, hanem táplálék miatt házasodik, ők ilyen kereskedelmi egyének, ilyen tranzakciós egyének, és ugyanúgy megcsalja ezt az embert is a háttérben, mivel nem szereti, táplálékra van szüksége, ezért házasodott meg, de az izgalmak azok állandóan kellenek, ugye mert egy házasságban is a maszk azért lehull, úgyhogy állandó hárem van a háttérben. Úgyhogy a házasság és a szerelem az nem egyenlő számukra. Itt az ellátás és a házasság, ami egyenlő számukra. Következő. Mit mond rólad az exéről ennek az új tápláléknak, az új partnernek? Hát semmi jót, az biztos. Az nagyon rosszakat mond rólad, mert ezzel is ugye az együttérzését, ennek az új partnernek az együttérzését szeretné kiprovokálni, az empátiáját szeretné kiprovokálni, hogy majd akkor ugye az új partner az babusgatja, majd akkor az új partner az ellátja, majd akkor az új partner megvizgasztalja, majd szeretgeti, mert ez a csúnya ex ilyen galádul elbánt vele. Hát ez egy nagy ütőkártya, amikor erre a fajta együttérzésre appellál a narcisztikus, és ugye hát kit lehet felhozni téged, ugye, hogy ő milyen atrocitásokat szenvedett el, és ezzel is a kapcsolatot az új partner és közte erősíti. Na most azt is megmondja, én mondom neked, hogy a narcisztikus tuti, hogy mondta azt, hogy te féltékeny vagy, és ezáltal már ugye egy háromszögezés kialakul, hogy te féltékeny vagy hogy az új kapcsolatra, ez nálunk is történt, azt se tudtam ki ez az új kapcsolat, de állítólag már ennek az új kapcsolatnak meg volt mondva, hogy ő nem is volt új kapcsolat, inkább egy ilyen kis hárem darab, de hogy én féltékeny vagyok, én vagyok, azt se tudtam, hogy ki ez az életben, nem is láttam. És de ez már be van mondva, mert itt már egy háromszögezés van. Ezzel ugye nagyon-nagyon tudnak bókolni az új egyénnek, hogy hát rád féltékeny, mert te ilyen fontos vagy az én életemben, és ugye hát én ugye hát annyit hazudoztam miattad, meg mit tudom én, hogy most rád féltékeny, tehát ez nagyon nagy bók az újnak, de ugye azért ott van az, hogy van egy háromszög, az új partner pedig irántad is érez valamit, hogy na hát akkor én győztem, te pedig akkor féltékenykedj. Szóval itt klasszul megvan ez a háromszög. És a másik, amit mond az új partnernek rólad, az, hogy te őrült vagy, hogy hülye vagy. Na most ez megint ilyen előre felkészítő taktika, mert tegyük fel, hogy téged provokálni fog a narcisztikus ezzel az új kapcsolattal, és esetleg te tényleg elveszted az eszedet, és tényleg elkezdesz reagálni erre, és tényleg ki előjön belőled a féltékenység, és esetleg tényleg úgy reagálsz, hogy figyelj, én ezt nem hiszem el, egy hete még velem voltál, most meg már máshol laksz, meg másnál laksz, és ilyenkor a narcisztikus már tudja mondani, nem csak az új partnernek, hanem mindenkinek, hogy látod, én mondtam, hogy hülye. Mondtam, hogy őrült. Mondtam, hogy elvesztette az eszét. Látod, milyen kibírhatatlan? Üvöltözik, ordibál. De hát azt már elfelejti mondani, hogy ő ezeket az érzéseket benned generálta, és te ezekre az érzésekre reagáltál. Szóval azért most mondom,
tudomást se vegyünk erről az új kapcsolatról, mert úgy vagy már megelőző lépésekben beállítva, hogy nem vagy normális. És bármilyen reakció, ami belőled előbukkan, ami ugye csak negatív lehet, ezt fogja igazolni, hogy te nem vagy normális, és ezzel csak táplálékot adsz a narcisztikusnak, és ennek az új partnernek is, mert ez az új partner azt fogja leszűrni ebből, hogy úristen, ez az excess tényleg nem volt normális, hát nekem meg kell menteni ezt az embert, hát szegénykém, hát mindent keresztül, mikor itt van ez az őrült nő, ez az őrült ex, aki a haját tépi és üvöltözik, csak hát ugye nem lát a kulisszák mögé ez az ember. Na most, amikor ugye rondákat mondanak rólunk, hazudoznak rólunk, azt mondják, hogy nem vagyunk normálisak, azt mondják, hogy féltékenyek vagyunk, ez hatalmas bók ennek az új embernek, ennek az új tápláléknak, az új gazdatestnek, mert akkor ugye az új gazdatest fontosnak érzi magát, kiválasztottnak érzi magát, speciálisnak érzi magát, hogy ugye őt akkor választották, és hogy ez az Eszter milyen szörnyű teremtés volt. Szóval ezért mondom, meg fogjuk tudni az új kapcsolatot, én is megtudtam ezeket a pletykákat, mondjuk nálunk ilyen nívót nem találtam, tehát én csak a HRM dolgokat tudtam meg, de már ezeknek a kevésbé fontos háremi szereplőknek is úgy volt előadva, hogy én ugye az ilyen negatív személyiség vagyok, és ezért sem szabad nekünk reagálnunk ezekre a provokációkra, mert ez csak az ő hazugságait fogja igazolni. Következő kérdés. Az új táplálék, az új partnert az jobban fognak vele bánni, mint velem? Nem fognak vele jobban bánni. Jó, most van az a szerelembombázás, de azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy minél idősebb a narcisztikus, annál kevesebb időt fog a szerelembombázásra szánni, mert lusta disznó. Tehát ez a szerelembombázási időszak, ez az illúzió építés nagy valószínűséggel kevesebb ideig fog tartani, mint nálatok tartott, mert belefárad, belelustul, és akkor utána következik ebben az új kapcsolatban is a leértékelő fázis és az eldobási fázis, mert a narcisztikus nem fog senki kedvéért megváltozni. Úgyhogy nem lesz semmiben sem jobb bánásmódban része, sőt, talán sokkal rosszabb bánásmódban lesz része, mint amiben neked volt részed. Okay? De akkor ott van az, hogy mondhatod, hogy hát de hát most nem értem, velem, csak mondom, például velem ez a narcisztikus csak 2 évig volt, ővelük meg már mondjuk 3 éve van. Az idő és az, hogy mennyire boldogok, nem egyenlő egymással. Az, hogy mennyi ideig tart a narcisztikussal való kapcsolat, az igaziból valamilyen szinten csak tőled függ. Hogy mennyi ideig tolerálod ezeket a manipulációkat és ezt az abuzív magatartást. Tehát valaki hosszabb ideig tolerálta, valaki kevesebb ideig tolerálta. Amikor hosszú távon, vagy is, hogy mondjam, igen, tehát, hogy olyan kapcsolat van, hogy külön városban éltek, azok általában hosszabb ideig tartanak, mert kevesebb időt töltötök egymással, tehát nem látod olyan gyorsan azt, hogy a maszk lehull. Tehát akkor az, hogy mennyi ideig van valaki egy narcisztikussal, ez tényleg csak az egyéni tolerancia szintjétől függ. Okay? És a kérdés az ugye megint, vagyis hát egy újabb kérdés, hogy hát nem igaz, hogy nem látja ez az új ember, hogy igaziból milyen a narcisztikus? Hát te se láttad. Én se láttam. Nem volt a homlokára tetoválva, a szerelmi bombázást benyaltuk, azokat az illúziókat bevettük, nem láttuk. És ez az új személy se látja egyenlőre. Vakok voltunk. És ne felejtsük el, hogy a narcisztikus mindig az empaták és a társfüggők után mennek, mert őket lehet a legkönnyebben manipulálni. Ők nem fogják olyan fába vágni a fejszéjüket, amit nehéz kivágni, amit nehéz megtörni. Következő, hogy akkor, hát most nem értjük, hogyha itt van ez az új ember, aki állítólag nívós is, tehát felvállalja a narcisztikus, nem csak egy kis darabka a háremből, akkor miért porszívóz még mindig engem? Válasz, miért ne? Amíg nálad is van táplálék, miért ne?
Ők ugyanezt az embert, ezt az újat ugyanúgy megcsalják, mint ahogy téged is megcsaltak. Mert akkor éppen azt gondolja, hogy jó van, hát most mit tudom, veszekedett egyet az új emberrel, az új partnerrel, akkor most visszamegy hozzád egy kicsit, hogy simogasd a lelkét, kis új táplálék, valahogy reagáljál. Ők önérdekű, önző emberek, nincs limite az önzésüknek. Tehát őket nem zavarja az, hogy van egy partnerük, és közben a háttérbe esetleg visszamennek egy exhez, vagy új társakat keresnek a HRM-be, hogy az minél nagyobb kollekcióvá váljon. Na most, nagyon fontos az, hogy tudjuk, ne vegyük ezeket a dolgokat személyesen. Ezt tudom, ez nagyon könnyű mondani. Én is megtapasztaltam ezeket a rettentően fájdalmas és összezavaró dolgokat. Rettentően fájdalmas. Tehát ez egy olyan fokú önzőség már, hogy ezt el sem lehet mondani. De ezek a narcisztikusok. Ne vedd személyesen. Nem téged csalt csak meg. Ne, hanem mindenkit. És a jövőben is mindenkit megfog. És nem csak téged manipulált, hanem mindenkit. És ezt az újat is manipulálni fogja. És nem csak téged dobott el, vagy odáig rombolta a kapcsolatot, hogy tönkre menjen, hanem ezt az újat is össze fogja rombolni. És majd a következőt is, és a következőt is, ha még lesznek ugye egyének, akik vállalkoznak erre a kísérletre, mert nagyon sokszor a narcisztikus egy idő után egyedül marad, kiátsza magát ezekből, a kapcsolati lehetőségekből. Tehát ne vedd személyesen, mert ezek ők. Ők így mennek előre az életükbe. Munkában is, meg mindenben is. Munkát is állandóan változtatnak, az is ciklikusan megy. Kapcsolatokat állandóan változtatnak. Tehát ez nem a te személyed ellen szóló dolog, hogy te voltál itt a hibás. Nem te voltál itt a hibás. Itt minden szereplő hibás, aki az ő életében megfordul, már mint hibás a narcisztikus szempontjából kiindulva. Itt végül is hát csak a narcisztikus a hibás. Itt nem lesz egyetlen egy nagyon hosszú távú őszinte kapcsolat sem. Lehet, hogy lesz egy hosszú távú kapcsolat, ami a partnernek a toleranciájától függ, ugye? De hogy az a partner is meg van csalva, manipulálva van, hazudozva van neki, az tuti fix. Ők ilyenek. Ez az ő természetük. Nem ellened szól. Ezt nagyon kérem, tudatosítsátok magatokba, mert szerintem a fájdalom pont abból jön, a legnagyobb fájdalom, hogy azt hisszük, hogy mi voltunk a hibásak, és hogy ez csak ellenünk történik. Nem, ezeknek az embereknek ez a természetük. Ezért tehát nem tudnak se munkát megtartani legtöbbjük, nem tudnak elköteleződni egy munka felé, egy kapcsolat felé, egy barátság felé, mert állandóan ilyen ciklikusan mozognak, különböző fázisokat váltogatva. Hát ez nagyon fontos. Na most mit tudunk tenni? Öngyógyítás, no contact, magadra fókuszáljál. Én például nagyon sokat olvasok, nem csak narcisztikus dolgokról, mert egy idő után ugye az ember azért belefárad még ennek az olvasásába is, hanem mit tudom, én olvasok olyan novellákat, amelyek engem érdekelnek. Foglalkozz magaddal, menj el egy tornaterembe, menj el egy edzőterembe, edzd a testedet, foglalkozz magaddal, menj ki barátokkal, kávézzel, beszélgessél, olvassál, vagy csinálj ilyen videókat például. Mindenkit érdekelnek ezek a dolgok, oké? Tehát ezek is jó ötletek. Legyél kreatív csoportokban menne, csinálj kreatív dolgokat, csinálj projekteket magadnak, dekoráld a házadat, amit szeretnél, de magaddal foglalkozz. Mert amikor a narcisztikussal foglalkozol, akkor már nem magadra fókuszálsz, és itt a te gyógyulásod az a legelső. Na, szóval ennyit akartam elsősorban így mondani erről az új táplálékról, az új kapcsolatáról, ne legyél féltékeny, sajnáld, mert felültette erre a hullámvasútra az új embert, és ennek az új embernek ugyanez lesz a sorsa, mint a tied, nagy valószínűséggel előbb fog tönkre menni a kapcsolat, mint a tied ment tönkre, azért, mert ugye, ahogy idősödik a narcisztikus, előbb le fog hullani a maszk, mert belefárad előbb ezekbe az illúzióknak a vetítésébe. Vagy pedig, hogyha hosszú távú marad a kapcsolat, akkor pedig az a partner toleranciájától függ, hogy mekkora az önbecsülése,
mennyire tud magáért kiállni, mennyi erő van benne, hogy lépjen. Ennyit szerettem volna mondani, és itt folytatjuk. Sziasztok!